Azonnal beszámoltok arról, hogy mi ment félre tegnap, és ne kuncogjatok azon, hogy Bri számolás. Srácok, kudarcot vallottatok, mi történt? Menj vissza a kapszulátba, menj vissza! A rendszer magas fertőzöttségi szintet jelez Bri kapszulájából. Mi? Ez nevetséges, mitől lenne a kapszulám? Mi az az ó? De az ó a második betű a tízesben. Bri, elképzelhető, hogy vegyszerrel érintkeztél a küldetés alatt? Egész biztosan. E szerint a védőruha tegnap nem hagyta el a kapszulát. Lebuktál! Miért nem volt rajtad védőruha? Megmondom miért. Mert előtte Owennel volt. Későn érkezett, megfertőzte magát, aztán bekapcsolta a riasztót. És nem érted, hogy miért nem szeretnek a suliban. Amíg kiderítem, hogy milyen anyag fertőzött meg, a kapszula ellensúlyozza a fertőzés hatásait, de addig karanténban kell maradnod. Karanténban? De Owennek ma lesz a kiállítása a suliban. Nem hagyhatod el a kapszulát, amíg Adam és Chase vissza nem tér a raktárba, és ki nem derítjük, hogy mivel fertőzöttél meg. Owen gicsein kívül. Miután tegnap beindítottuk a riasztót, sokkal nehezebb lesz bejutni a terepre. Hogy fogunk bemenni? Ugyanúgy, ahogy én itt állok, és mégsem láttok. Hogy csináltad? Boszorkány! Az új térhatású mikroképvetítő technológiámmal. Ez boszorkányság. Boszorkány vagy. Nem vagyok. Az eszköz szkenneli a környezetét, és a fénykivetítő mátrix segítségével virtuális teret alkot, ami mögött elbújhattok. Tadá! 3D-s modellező eszköznek építettem űrteleszkópokhoz. Aha! Ez egy űrboszorka! Az a legrosszabb fajta!